Sziasztok! Üdvözletem minden a nyírvidéki kisvasúton, még pedig Dombrád és Új-Dombrád között vagyunk éppen. Körülbelül egy kilométerre a tüzéptelepi kitérővágánytól. Ugye addig már bejártam korábban a vonalat, most eljöttem a következő buszmegállóig, és akkor innen fogok haladni, ameddig sikerül. Egyébként egy olyan 4-5 kilométerre lehet szerintem Új-Dombrád. És így megyünk tovább errefele, itt még egész jó a vonal. Lába, és akkor ez egyben majd lesz egy ilyen felmérés jellegű is, hogy milyen állapotban van. Mert távlati terv az, hogy Tisza telekig járhatóvá kellene tenni a pályát legalább hajtányok számára. És ugye nagyjából eddig egyébként járható is. Szerintem még innen is el lehetne menni hajtánnyal, ez még nem annyira veszélyes, mert ezen azokon a motoros hajtány át tud menni. Csak a probléma az, hogy van egy útátjáró, ahol nyomtávszűkület van, és az lesz majd egy úgymond kézékeményebb dió, hogy azzal kezdjünk valamit. Hát a többit meg majd akkor látjátok. Itt egyébként tök egyenes a vonal, és van mellette földút is, hogyha nagyon járhatatlan lenne a vágány, akkor tudok menni a földúton. És ezt nézzétek, így néz ki itt a vonal. Hát szerintem ezen simán eddig még úgymond járható. És egyébként van mellette földút, van. Igazából nekem korsa ez, hogyha kicsit jobban bekozosodik, akkor is még valameddig tudok rajta menni. Na, azt nézzétek, itt egy porcelán szigetelő. Valamikor itt még lehettek távírópóznák, sőt biztos, hogy voltak, mert minden vasút mellé telepítettek. De azt valószínűleg úgy elbontották, hogy semmi nem maradt belőle, és valószínűleg hivatalos bontás volt, mert az oszlopokat is elvitték. Ugye haladok tovább előre, hát itt ameddig ellátok, addig így egyenes a pálya. Úgyhogy talán Új-Dombrádig ilyen lesz. Hát ha ennél rosszabb sehol nem lesz, akkor ez egy tökéletes vonalbejárás lesz. Na itt azért már jönnek a bogáncsos, szúrós növények. És látjátok a pálya talpás, cési-nek vannak, van ahol kisi, és azért van egy-két betonaj, hát ez még amikor még dolgozott rajta a PFT, akkor gondolom, akkor cserélgették a nagyon korhat talpfákat betonaljakra. Hát nem jöttem sokat, néhány száz métert, és itt van az első utátjáró. Azóta, mióta jöttem, ez egy sima földutas. És hát látszik, hogy így legyenes továbbra is a pálya. Csak ezek a szúrós, meg ezek a bogáncsok, meg ezek a szúrós vaszkok szaporodtak meg. Viszont nagyon jól követhető itt a földúton mellette. És közben azért látszik a vágány állapot. Hát végül is egy alapos fűkaszálás az ide fog kelleni. Viszont szerintem a hajtánynak ez nem akadály. Ezek még vékony szárúak, ezeken át tud menni. És hát haladunk szépen tovább. Hát, ameddig a szem ellát, még mindig ilyen az út, mint amit most láttok. Aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutok. Nem biztos, hogy sőt, valószínűleg nem fogok Hermina tanyáig eljutni, mert az még innen 24 kilométer. De hogyha már sikerülne Ibrányig legalább, vagy nem tudom, ott a Nesze híd, azt hiszem az van kb. Félúton. Na, azzal már elégedett lennék. És akkor legközelebb azt a maradék szakaszt, azt meg már sima ügy lenne lenyomni. De hát ugye menjünk tovább. Hát még, és egyébként még hosszú az idő, mert most azért na, nagyon korán elindultam. Még azért, hogy fel kellett kelni 6-kor, és a 6.38-as busszal kijönni idáig. Viszont olyan, hiszem 15 vagy 16.30 környékén megy majd Hermina tanyáról az utolsó busz Nyíregyháza fele. Azt viszont el kell érni, hatodik, ha szakad. Úgyhogy nem biztos, hogy addig fog, bár elméletileg 9 óra alatt, vagy akár 10 óra alatt 24 kilométert le lehet nyomni. Legalábbis volt már rá példa, mondjuk akkor azért kipihentebb voltam, de hát meglátjuk. Azért mi megyek, amit meg hát, hogy attól is függ, hogy milyen állapotú lesz majd a későbbi szakaszok, mert hogyha ilyen lesz végig, akkor igazából nem ellenfél, mert akkor sima ügy, de hogyha kicsit begazdasodik és bozót harcolni kell, az nagyon lelassíthat. Hát ezt majd
akkor fog kiderülni, hogyha végig mentem rajta, úgyhogy nyilván csak előre. Egyébként tegnap azért voltam Dombrádon, mert kis vasúti nap volt. Arról is lesz majd videó, hajtányozásokkal, mindennel, egész sok felvételt tudtam csinálni. Azokat is mire megvágom, plusz még jön ez is, de adunk idővel, minden elkészül. Na hát ezt nézzétek, most már kis vasúton azért már nehezedik a helyzet. Ha nem lenne itt mellette földút, akkor itt már szelegethetném ki magamból a tüskéket, meg a bogáncsokat, mert ezt nézzétek, itt már így leszik ki, és így hát itt már lassan szerintem gyomírtó menet is kell. Hát nem tudom, hogy ezen már valószínűleg a hajtán sem menne át. Elkapadna a kereke, vagy stb., mert azért itt már komoly mennyiségű susnyás van a sineken. Viszont úgy látom, nagyon vastag szárúak nincsenek, meg hát ilyen ülszelvényben nőtt fák, meg hasonlók, tehát ezt egy szerintem egy fűkaszával ezt lehetne kezelni. De mindenképpen motoros szelszámok kellenek ide. Hát, viszont szerencsére most már nem csak egy, hanem nézzetek meg, itt már igazi szaláda, két földút is van. Tehát itt azért már tényleg minden adott, hogy tovább tudjak haladni. Nagyon jó, tehát az előbb még alig néhány száz méter korábban még csak az egy földút volt, most már itt van még egy. Hát ott mellettünk meg naplaforgó van, az előbb még kukoricás volt, tehát mondhatni a táj is változik. Úgyhogy végül is egy kis könnyed séta a természetben eddig. Hajnali 7 órakor, ki az az elvetemült, aki ezért föl kell, hogy itt a puszta közepén sétálhasson. Hát én, ki más. De hát haladunk szépen tovább. Akkor ezt nézzétek, az egyik földút az megszűnik, besatlakozik a másikba. És itt egész jól látszik a pálya, de azért, mert van itt egy átelesz. Ilyen kis vasúti betonaljakkal meg van támasztva. És hát igazából eddig tart a jó világ, nem tovább, mert itt már ismét gazosabb, hoppá. Hát ezen meg szerintem már nincs az a lista, ami átmenne. Bár mondjuk, hogyha valaki eddig eljut egy hajtánnyal, akkor itt még vesz egy nagy lendületet, szerintem tovább tud menni, de hát ezt majd ki jobban élt hozzá, meg fogja mondani. Na jó, hát én visszamászok a földútra. Addig kell kihasználni ezt a remek lehetőséget, ameddig van. Egyébként a vágányt innen is lehet látni. És azért látszik, hogy azért egy-két helyen azért itt vannak betonaljak is, tehát itt valószínűleg az utolsó időszakban, amikor még itt aktív PFT volt, akkor a legkorhadtabb talpfákat már kisvasúti betonaljakra cserélték. Hát sajnos nem mindet. Új Dombrádig biztos el fogok jutni, hát sőt addig már muszáj is, mert már szerintem közelebb van, mint amennyit jöttem, és innen már hülyeség lenne visszafordulni. És itt a következő útátjáró. Egyébként betonaljakból kirakott sárázó. Hát a helyzet pedig változatlan, viszont a földút még mindig megvan, úgyhogy egyenlőre jók vagyunk a szeren. Jó, egyébként itt is föld, hogyha sárázó van, akkor jelünk tovább. Hát itt már gazos. Nem is kicsit. És itt látjátok, a földút elkanyarodik. Kisvasút erre megy, viszont a térkép szerint majd vesz egy ívet, és elindul majd Új Dombrád felé, amelyik arra fele van, hát nem tudom. Megpróbálom itt követni, aztán, hogyha nem megy, akkor kimegyek a földútra. Egyébként látjátok, itt azért már van gaz. Sőt, most már kezd feljönni a nap, és már harmat is van. De itt azért még, nézzétek, lehet valahogy már haladni. Hát látjátok, most így néz ki, kis vasút. És egyébként vastag törzsű növényeket még mindig nem láttam a vágánytengelybe. Csak ezek a szúrósak vannak. És itt viszont fordul Új Dombrád felé. De már a földút is egyre kevésbé járható. Ugye végig ment rajta egy traktor, viszont mivel az eső nem esett mostanában, ezért legalább sár nincsen. De haladunk szépen. Hát ennyi. Így látjátok, ott nagyjából ki is adja az ívet.
fordul Újdonbrád felé. Itt is vagyunk. És itt van az átjáró, ahol a földutat keresztezi, hát... Itt is kell egy alapos takarítás, hogy ezen átmenjen, bármi is. De macskaköves, mondjuk... Egyébként ritkasági földutaknál, hát ez pedig... Itt megy a vágány, de hát ezen... Még gyalog is lehetetlenség ezen menni. Szerencsére nem is kell, mert itt van a földút mellette. De egy tartalékoljuk az erőnket majd olyan helyre, ahol tényleg ilyen gazba kell menni, és nincs mellette földút. Ezt nézzétek innen jön, és itt ez a rész viszont patika tiszta, és itt is igen egy átkelő van. Hát innen viszont már nem annyira. De a jó szerencse az továbbra is megvan, mert a földút az itt folytatódik szépen mellette. Úgyhogy haladunk szépen tovább egyébként. Itt még kivehető, hogy merre ment a vágány. Sőt, még látszik is nyomokban. Nem nőtt ebbe a gaz nagyon, és ez még mindig az a fajta, ami igazából fűkaszával kezelhető. Mert például őszelvényben őt fát eddig nem láttam. Vastag törzsűt legalábbis, amit ugye szintén csak motorfűrésszel lehet kivágni, tehát ahol szintén motoros szerszámok ellenek. Szerintétek itt van egyébként a vágány, itt van, amilyen látszik is, de... Hát... Szintén ez a... szúrós gaz. De így ameddig a szem ellát. Úgyhogy mondhatni, a helyzet változatlan, egyébként közelítünk Újdonbrád fele, és valószínűleg itt lesz vége a jó világnak, mert a földút elkanyarodik. De majd meglátjuk, remélhetően megy ott még tovább is, vagy legalább annyira, hogy lehet ott mellette menni. Na, ezt nézzétek. Arról jöttünk. Hát ennyi látszik ki a sínből, viszont itt közvetlenül mellette megy az út, és bizony arra van Újdonbrád, már gyakorlatilag már látom a szélső házakat, tehát mindjárt itt van. Egyébként a helyzet változatlan. Továbbra is csak ilyen vékony szárú növények nőnek a vágánytengelybe. Sincsavar. Egy érdekes lelet. Egyébként még mindig itt vagyunk. De itt a földúton egy sincsavar. Egyébként itt Újdonbrádnál meg aztán, hogy rákanyarodik itt a főútra. De helyzet változaton, és már tényleg itt vagyunk a határba. Egy kis érdekesség, ja, kis vasút, innen jön, és itt átmegy az úton, ahogy látom, és a túloldalt folytatódik, viszont a megállóval még nem találkoztam, és Újdonbrád községtábla az itt van, vagy hát nem tudom, város vagy falu, hát ez most mindegy, mondj, legyen település, és akkor azzal lefettünk mindent, tehát a település arra van, legalábbis a határa, és itt jön még a kis vonat, és valahol a végállomása szerintem még ott arrébb lesz. Tehát itt megint itt a klasszikus probléma volt, ami a vasúton sokszor előfordul, hogy a település központjától messzebb van a megálló. És még csak nem is itt, tehát még hogyha mondjuk áthelyezték volna ide, akkor azért még talán barátibb lenne, mert hát nem tudom mekkora a település, tehát lehet, hogy innen már csak néhány száz méter a központ, vagy akár a túlsó vége is. És akkor ez még így vállalható lett volna, mert azért mondhatni közel van, de nem, mert még itt valahol errefele lesz, na mindegy, most gyorsan átmegyek az úton, mert ez így nem jön semmi. Mert ez egy... Na, ez a 38-34-es út. Tehát azt hittem, hogy valami ezért nagy főút, de hát mindegy, négy számjegyű, viszont ugye a forgalom meg itt megy át. Viszont mondjuk buszmegálló is van ott, de hát valószínűleg van a település központjába is. És erre pontosan nem emlékszem. Hát itt mellettünk meg van egy járda, de hát akkor most már... Ha már a lehetőség megvan rá, akkor most itt sétálok a sínekem, és itt viszont nézzétek meg itt van 48-as sín, hát nem sokáig, mert innen már visszatér a 34-es, de ott az átjáróban 48-as volt.
Sőt, még az is lehet, hogy a itt volt valahol a megálló, csak már mintha eltűnt volna. Vasútállomások.hu képén ott egy esőbeálló volt, meg egy új domlártábla. Na, és akkor megmutatom, hogy itt vagyunk a 206-os szelvénynél. Tehát itt azért, ez már igazi vonalbejárás, most nem a járdán megyek, ott a rendes aszfaltúton, hanem itt a sineken. De itt már lehet. Nézzétek meg, miért. Hát aztán utána ott újra, meg ilyen a dzsumbúj vissza. És valószínűleg ott már nagyon kikerülni se lehet. Van ott egy lassú jeltábla is, amit ide látok. Majd közelebb megyünk, és azt is megmutatom, hogy mekkora. Hát ezt nézzétek, esőbeálló nincsen, viszont az új dombrát tábla megvan. És egy 15-ös lassú jel van a pályán. És hát látjátok, hogy van mellette egy buszmegálló, és a településnek ezen része, ami valószínűleg itt már külterület. Ehhez viszont közel van, és a buszmegálló is van, viszont lehet, hogy érdemesebb lett volna áthelyezni oda az útátjáróhoz a megállót. Az valószínűleg nagyobb területet lefedne. És látjátok, itt a egykori megállt területe le van kaszálva, és itt teljesen jól látszik a vágány, bár ott van benne egy irányhiba, azt nézzétek. Az ide látszik, hogy ott és itt csálinálnak ott a sinek, ott már van egy megmozdult valószínűleg. Sínrögzítő csavarok közül hiányzik egy-kettő, vagy a talfa nem tart. Szóval itt is egyrészt párhuzamosan megy ezzel a közúttal, másrészt meg ez még nem akkora gaz, hogy ne lehessen rajta átmenni. Úgyhogy nekivágok, aztán jutok, ameddig jutok. De hát igen, innen már az úgymond jó világ véget él. Innen maximum a közútra tudok kimenni, hogyha nagyon gáz lesz a helyzet. És akkor ezt nézzétek, mekkora gaz. Ó, szúrós növény, kikerüljük. De itt viszont már tényleg nehéz haladni, egy gyalog is. Akkor a ember magasságú gaz van itt már majdnem. Úgyhogy ezen kizárt, hogy bármilyen vasúti jármű ezen át tudna menni. És nincs igazán hol kerülni se. És igen, itt van. Ez eddig a legvastagabb szárú növény, ami a vágány tengelyben van. Egyébként itt van alattam a kis vasút, és én csak nem látszik. De itt van, igen, és ez pont a szélső sínszálnál van. Hát ott van a sínszál, és pont ide nőtt ki. Ráadásul szúrós akác. Egyébként csalán van. Úgyhogy jó ötlet volt hosszú nadrágot elhozni. Eddig nem igazán volt rá szükség, de most viszont igen. Ezt nézzétek, és itt van még egy. Hát igen, innen kezdődik a úgymond rosszabb szakasz. És itt úgy látom, több ilyen is van, tehát... De megint az, hogy itt komolyabb gyomi, vagy ilyen bozótiltásra van szükség. De eddig olyan kis kényelmes vonalbejárás volt, hát most már nem lesz az. Körülbelül egy olyan 2,5-3 kilométer még Tisza telek. Azt hiszem, ott lesz a következő megállóhely. Sőt, az már azt hiszem, hogy állomás, és van is ott kiállítva egy mozdony. De haladunk, és ott van egy szelvénykő. Azt hiszem a 202-es talán, vagy nem tudom, mert lassan ott tartunk, hogy megérkezünk a 200-ashoz. Igen, ez pont a 200-as. Ez az, jó van. És itt nem lehet kerülni, csak a közúton. De annyira még nem súlyos a helyzet, hogy kimenjek a közútra. És igen, itt van a 200-as szelvénykő. Hát itt van egy közel látható hatatlan dzsumbúj, egyébként most pont itt állok a vágány tengelybe. Sín itt. Én meg ott jöttem valahol mellette. 194-es szelvény. És hát itt errefele lehet tovább menni egyébként, csak hogy megmutassam, tényleg itt van a sínszál. Tehát ez itt a vágánytenger, viszont itt már valaki elment. Vagy valami, lehet, hogy egy állat volt. De az biztos, hogy ez járható. Valamennyire, úgyhogy követjük. Hát igyekszem ezeket a szúrós vaszkokat kikerülni. Au, anyádat. Megszúrt. Meg van csalán is. Nem is egy. De hát ez ilyen. Bogáncs is van rengeteg, tehát azt meg ugye a cipőből kell majd takarítgatni.
De hát majd csak a hazai életem addig fölösleges, mert úgyis újra termelődik. Viszont megváltás, mert itt a szántóföldön lehet legalább mellette menni, hogyha nagyon eldurvulna a helyzet. Megjövök egyébként, hogy itt most hogy van, visszakanyarodik a közúthoz? Úgy látom, igen. Na mindegy, hát menjünk. Vastag törzsű a kászavágány tengelybe. Hát igen, itt már kilométeren keresztül az a hely, ahol már kell a csapaterő. Meg a motoros szerszám, és nem is egy, hogy igazán lehessen haladni. Na, ezt nézzétek, itt van egy átereszt, és ott még látszik a vágánynak a helye, de teljesen benőtte a gaz, mondhatni járhatatlan. Még gyalog is. Hát meg ott valószínűleg nem, hát mondjuk ezek a fák nagy része az nem a vágány tengelyben, ő viszont belelóg az űrszelvénybe mindegyik. Na, ezt nézzétek, hát kis vasút arra, és itt van Tiszateleknek a bejárati jelzője, vagy az előjelzője. Itt van egy útátjáró, és itt majd még el is fog fordulni a kisvasút. És hát ismét egy ilyen áthatolhatatlannak tűnő dzsumbú jön. De itt még valamilyen lehet a sínszlagot követni, sőt itt még a távvédőpóznáknak egy része is megvan. És a távvédőpóznák mutatják, hogy merre ment a kisvasút. Na ezt nézzétek, ott van, ott megy a kisvasút. Ott látszik, hogy a 181-es szelvényben az átjáró jelző, ugye azt mutattam meg az előbb. És itt pedig már, látok, itt van egy lakodóvágány is, siklasztósarúval, ott van még egy, és egy váltó egyenesben áll. Ott van egy eléggé elrosdásodott megállás helyét jelző tábla, és ott van maga az állomás épület is. Itt is azért látszik, hogy nagyobb forgalomra tervezték ezt egykoriban. Itt cukorrépát rakottak, meg hát mindenféle terményeket még a kisvasútnak az aranykorában. De az utolsó évtizedében már leginkább csak ezt az átmenő vágányt használhatták. Viszont, hogyha az a váltó még üzemképes, bár valószínű, és ugye ott is van még egy. Ja, hogyha hajtányfájó esetleg van, amikor eljutna eddig, itt lehetne keresztezni a hajtányokkal például. Megnézzük az épületet is természetesen, hogyha be lehet menni, bár valószínű. Hát látjátok, ez az állomás épület, a névtáblát már eltüntették róla. Vagy biztos, hogy ez volt az épület? Bár szerintem ez volt az, hát itt vannak a vágányok. Meg itt van egy, hát, peronnak látszó tárgy is, inkább úgy mondanám. És akkor, amit előbb mondtam, az tornó, mert ez maga az állomás épület. Hát ott megvan még a... Itt viszont megvan a tábla is. Még leltári szám is friss van rajta. És ezt nézzétek. Egy klasszikus háromvágányos állomás, bár ott láttuk, ott még ágazik kivágány. Ugye volt két lakodó még a másik oldalt, és hát itt van a váltókörzet, és akkor innen tovább lehet menni a kisvasútvonalán. Hát tovább a szokásos gazba, és itt valószínűleg volt egy szolgálati lakás is, de már csak ez a MÁV-szabványú kőkerítés maradt meg belőle. És ott egy éppen maradt váltó is. Bár ki van szögelve, úgy látom, igen. Viszont valószínűleg használható. És továbbra is itt vagyunk Tiszateleken. Hát itt, látjátok, itt egyébként a város, vagy a belterületén megy a kisvasút, de hát látjátok, hogy hol. Meg itt le van kaszálva egészen a vágányig, viszont a vágányt azt már nem kaszálták le. Tengerből, és itt lógnak be az űrszelvénybe a fák is. Viszont legalább itt követhető. Úgyhogy haladunk szépen tovább. Két ér köz lesz majd a következő. És egyébként itt csak egy szakaszon megy a belterületen, hamarosan majd balra el fog kanyarodni. És akkor megint megyünk a pusztába. Szóval ami nekem rögtön szemet szúrt ismét, pedig először járok erre, hogy
Itt szépen ez a település főutcája. Az előbb megint város mondtam, pedig hát nem tudom, hogy most csak város, falu, micsoda, nem? De minden, akkor legyen település, azzal nem lehet mellélőni. Tehát látjátok, hogy itt végén megy a főutcán, ami hosszan, tehát volt. Elmentünk már egy Pegasus klub mellett, egyébként oda be is tértem, itt kisebb-nagyobb dolgaimat elvégezni. Ezúton is köszönöm a személyzetnek, hogy beengedett, mert még éppen csak nyitottak. 175-ös szelvénykő. Gyertek, tehát azért haladunk. Herminálnál van egyébként a nulla, mert ez a vonal épült meg úgy tudom, hogy utólag, és ezt onnan kezdték el szelvényezni. És látjátok, hogy azóta is itt a főutcán jövünk, itt parkjárda, stb. És ide lehetett volna bármikor tenni meg állóhelyet, hogy jobban lefedje a település, mert a tiszateleki állomás az ott igencsak a szélén van. Bár az sincs egyébként rossz helyen, mert ott van a főút mellett, és hát ugye látszik, hogy onnan körülbelül egy olyan 500 métert hagyottunk. Tehát igazából itt nagyon nagy távolságok nincsenek, viszont tehát itt jobban ki lehetett volna szerintem szolgálni a települést annó a kis vonattal, hogyha itt is valahol megállt volna. És még továbbra is itt megyünk, és hát látjátok, itt végig a főutcán, tehát itt valahol ezen a környéken, hogyha megállt volna, sokkal jó szolgáltatást tudott volna adni. De ezek csak ilyen apróságok, és ez igazából nem is kellett volna sok, csak letenni egy peront, és itt még hely is lett volna neki, bármelyik oldalon. Azt viszont nyilván hozzá kell tenni, hogy abban az állapotban, hogy 2009-ben megszűnt, most se lenne versenyképes, tehát hogy MK48-asok, meg ilyen négytengelyes fapados kocsik, és a pályasebesség látja, ott is van egy 20-as lassú. Tehát nyilván azért ennél többet kell nyújtani, ilyen 2021-et írunk, és már 2009-ben is. Tehát hiába, tehát például Dombráttól Nyíregyházáig a busz is körülbelül 1 óra 20 perces menetidőt tud, ami nagyon sok ahhoz képest, hogy körülbelül egy olyan 40-45 kilométerre van a két település egymástól. És ennyit meg lehetett volna csinálni vasúton is, hogyha akár csak egy 40-es sebességet fent lehetett volna tartani. De hogy a 60-as sebességgel, vagy akár a külterületen többel is, meg ugye nyilván még versenyképesebb is lehetett volna. Csak hát ez más járművek is kellettek volna, és hát nyilván, és ezek ehhez képest apróságok, hogy akkor megálló helyeket áthelyezni, vagy újakat nyitni oda, ahol egyébként igény van rá, mert például a Kótajon ugye volt, hogy 3 kilométeren belül 3 megálló is volt. Aztán nem tudom, hogy a megszűnésben is mind meg volt erre. Például ilyen helyeken, ahol keresztül halad a településen. És a nyírvidéki az ilyen szempontból a nyomvonala is jó volt nagyon sok helyen, hogy településeken egy központba keresztül ment. Ezt jobban ki lehetett volna használni. Tehát, hogyha a busz meg tud állni kilométerenként, vagy akár 500 méterenként, úgy, ha így végig megy a főutcán, akkor ezt a vasút is megtehette volna. Hát igazából kár, hogy erre nem gondoltak, mert akkor még tovább is húzhatta volna, plusz egy csak minimális felújítás, hogy legalább a 40 km per a sebességet, ami szintén nem lett volna egy nagy dolog, akkor még fenntartani, akkor talán még most is mehetett volna. És egyébként akkoriban úgy tudom, hogy eladósorban voltak ilyen lengyel meg osztrák ilyen kisvasúti motorkocsik, amik nagyjából egy BZ-mot színvonalát azt tudták volna tartani. És ez ahhoz képest, hogy fapados ülés, meg szenes kályhás fűtés ide megfelelt volna, tehát hogy párnázott ülések, normális fűtés, esetleg légkondicionáló, ugye nyáron azért az már 2021-ben az már követelmény, de már 2010-ben is örültek neki az utasok, ha volt. És ezek is ilyen minimális dolgok lettek volna. Csak hát időben meg kellett volna ezeket lépni. És akkor talán még most is menne a kisvasút. Hát látjátok, itt van egyébként az Tiszatelek előjelzője. Működni nem működik. És itt lassan kiérünk a településről, és ismét be a dzsumbújba. Távíró póznák mutatják az utat. Látjátok, ott van a vágány, és így lehet haladni, kukoricás közepén. Ugye, kukoricásban nem akarok bemenni, mert a kukorica levele az nagyon tud vágni. Tehát én még emlékszem arra, amikor még diák munka keretében kukoricát címereztem, meg idegeneltem, hát emlékszem, hogy mennyire ezért vág a kukorica levél. Úgyhogy azt is igyekszem elkezdeni, csak nagyon máshol meg nem lehet menni.
talán itt már vissza lehet majd menni a töltésre. Meg előbb-utóbb lesz majd Szántóföld, ahol ugye, hogyha már vágányon nem is tudok menni, de ott igen. Tehát látjátok, hogy azért nem egyszerű a telep. Ezt nézzétek. Itt már simább az ügy. Legalább a sineken lehet menni, sőt ki is látszanak a gazból, ez már ritkaság. És szintén lehet hagyatkozni a távvédő oszlopokra. És itt egyébként egy-kettő ki is van cserélve. Persze, mert a vezetéket használják itt. Húztak rá egy telefonvezetéket. Na, ismét itt a nyúl. Hát ennyit haladtunk. Körülbelül egy olyan 300 métert, és hát itt tovább egyenesen. Van egy pár űrszelvénybe lógó ág, és ha sok dudva, meg padlagfű, főleg padlagfű van itt most a sinek között, de itt még viszonylag jól járható gyalog. Persze csak gyalog. Mondjuk ezeken még egy hajtány is elmenne, csak a belógó gaz kell levágni. Nézzetek, itt még a vágány is jól, egész jól kilátszik. Ritkaság. És sikerült elhagyni a kukoricást. Na, semmi szakasz ez is. Ott egy összetört alfa. Hoppá, sőt, van ilyen talfa, hogy rálépek és omlik össze alattam. Hát mindegy, a hajtánynak ez még elég, de hogyha valami komolyabb járművel erre rá akarnak menni, akkor itt már cserélgetni kell a talfákat is egy-két helyen. És hát így tovább egyenesen. Na, hát látjátok, hát haladunk, még lassan is. Nem igazán lehet itt a vágányon menni, mert szúrós gaz, meg teljesen benőtte. És ott szalad a Bambi. Ezt nézzétek. Hopp, mekkorákat ugrik. És eltűnt a kukoricásba. Na, ezt nézzétek. Nagyon áthatóhatatlan dzsumbújnak tűnik, és kerülni pedig ott a napraforgósba lehet. Hát muszáj visszamenjek. Egyébként arról jöttem, hát itt látjátok, itt megint bedurgult a helyzet. Bár ezen még így, úgy, ahogy el tudtam jönni. Akkor ezt nézzétek. Innen jöttem, meg valamennyire kerülő úton mellette, és itt megy tovább a vágány. Egyébként itt van a sínszál. Most éppen rajta vagyok. Itt. Azért itt is szépen van gaz a vágány tengelybe, viszont ez tényleg egy light-os verzió ahhoz képest, ami eddig volt. Ezt nézzétek, itt van egy útátjáró. Már két érköz közelében erről jöttünk. És itt szintén azért elég nagy dzsumbúj van itt a vágányok mentén. És lesz még egy útátjáró, arra fele kell menni. Ezt nézzétek, itt van egy torkolat, itt különböző folyók, vagy patakok, vagy bármi folyik össze, és itt van egy átereszt, és itt megy a kisvasút. Úgyhogy hát nekünk is muszáj ezen átmenni. Sőt, itt szerintem valami szivattyúház van. Bizony, ez itt egy szivattyúház. És hát itt van a kisvasútjának a hídja. Hát errefele viszont már csak egyenesen lehet menni. Keresztül a dzsumbujon. Innen már nincs visszaút. Még egy rész, ahol nagyon benőtte a susnyás. Itt van egy földutas átjáró. És hát látjátok, hogy arrafele. Hát el lehet itt menni mellette, de magán a töltésen nem. És itt vagyunk két érköz megállóhelynél. Itt pedig a sinek is 48-asak. Hát nem sokáig szerintem, viszont itt van egy átjáró. Utána úgy látom, ott a kicsivel arrébb még egy, de itt szintén itt megy a közút mellett. Könnyebb lesz követni. Viszont is bizony itt volt a megállóhely. Itt még kimmad a megállás helye tábla. És
hát akkor hajrá előre. Jelentok, megérkeztünk Érhát megállóhelyre. Nem jöttünk egy kilométert se az előzőtől. Hát erről jöttünk, ott a vágány azért kisebb gazba van. Viszont itt még egész tűrhető a helyzet, ahhoz képest, ami ugye, eddig volt, és hát itt végig a közút mellett megy. És itt van egy busz megálló, és szinte itt az Érháti megállóhely mellett. És hát megyünk tovább. Itt már azért viszonylag sűrűbben lesznek a megállók egy ideig. Hát igen, erről jött a hágány, hát addig látszik ki a gazból. Egyébként ott van, csak megmutassam, hogy, hogy jó helyen vagyok, és ott megy tovább. Hát itt kerülni fogok a közút fele. Ezt nézzétek, itt vagyunk már majdnem nagy halásznál. Itt van a közúti híd mellett a kisvasúti híd is. Itt van egy átjáró. És bizony, a vágány az továbbra is be van nőve gazzal. És látjátok, közben beérkeztem nagy halászállomásra. Itt már van kitérő vágány is, egész pontosan egy. És akkor megnézzük mindjárt a állomás épületet is. Ezt nézzétek, itt még van egy garázs is az állomásnál. Itt van a koedukált WC, férfi, ja, de nem ez csak a férfi, akkor a női is itt van valahol mellette. Az előmunkás raktára. És hát igen, itt ez egy ilyen kisebb állomás volt. Jelenleg nézzük, hát sőt, igazából megállóhelynek van írva, tehát egész pontosan megálló rakodóhely. Ja, sőt, megálló rakodóhely is, csak már fáradt vagyok, azt nem nagyon tudok olvasni. Ez van. És hát ennyi. Igazából van egy kitérő vágány lakodásra. És látjátok, itt jön a kisvasút, Hermilatanya fele, és itt fordul Ibrálynak. És megint egy darabig 48-as sinek. És itt a 87-es szelvény. És ezt nézzétek, itt van egy kiállított MK48-as. Ezt én megnézzük közelebbről. Hát a tábla az nincs rajta. Számítom, hogy eredetileg rajta volt-e, mikor kiállították. Utána kért lába, vagy eredetileg se. De minden esetre folyik van. És mindjárt nézek egy busz, de szerintem itt fogom befejezni ezt a vonalbejárást, mert már nagyon fáradt vagyok, és innen még el tudok menni Nyíregyháza fele is átszállással. Akkor a vonalbejárás ennyi lett volna. Itt vagyunk végül Ibrány egészségügyi központ, egyébként az ott van szemben. Busz megállójába, és egy olyan körülbelül 10 perc múlva fog innen egy busz jönni Nyíregyházára, és azzal megy azzal el Nyíregyházáig, aztán majd a következő vonattal haza. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. És majd találkozunk a következő vonalbejáráson, ami még nem tudom mikor lesz. Sziasztok!